Szervusztok, kedves pajtások! Hát ez utóbbi időben egy picit elhanyagoltalak titeket, mert hogy hát akadt egy-két elintézni való, amit meg kellett tennem, de erre inkább majd a későbbiek során fogok kitérni. Mint láthatjátok, újfent egy Dota 2 túra vezetés, oj! És a mai napi hősünk az a sniper lesz. Ez egy ilyen kis törpeszerű lény, amelyiknek van egy ilyen összeragasztó szalagozott puskája, amivel halálos csapás bír mérni ellenfeleire nagy távolságból. Nagyjából ennyit kell tudnunk a hős jellegzetességeiről, és mint látható, hát nekem a kettes képessége van beállítva, ez azt jelenti, hogy mikor meglövi az ellenfelét, akkor egy kicsit az megszédül, és ez azt jelenti, hogy hát olyankor mozgásképtelen lesz egy légyfinnyi, leheletnyi időre. Úgyhogy most ezt a képességet választottam, és utána még lehet választani azt, hogy nagyobb legyen a hatótávolsága, meg ilyen snapneleket is tud lőni föl-föl a magasba, ami egy adott területen sebez, de ezt annyira nagyon nem akartam erőltetni, mert sok hasznát nem nagyon lehet venni ilyen hősök elleni csatába, meg a creepek ellen sem annyira nagyon hatásos, mert nem sebez olyan hatalmas nagyot. Viszont az ultimate képesség az, hogy ha látható tartományba becélozzuk a ellenséges hőst, akkor az bizony elég nagy távolságból is elég nagy sebzésű találatot tud neki beadni, és hát ezzel elég jól lehet operálni, mint majd a későbbiek során ezt látni is fogjátok. Jaj, uraim, nagyon elfáradtam. Látszik, hogy én már egy vén ember vagyok ebbe a népcsoportba, és hát most elárom nektek, hogy miért nem jelentkeztem én az utóbbi egy hétben semmilyen adással. Gyerekek, nemrég voltam a Play-en, igen. Hát nem csak túravezetés lesz a mai adás, hanem egy kisebb fajta élménybeszámoló is. Elmesélem, hogy miket tapasztaltam a helyszínen, és stb. Stb. De először is ott kezdeném a mondani valómat, hogy hogyan kerültem én a Play-re. Márhogy nem egy egyszerű néző voltam, hanem bizony a Dota 2 színpadnak az egyik ilyen szervezője, voltunk egy jó páran, és hát a meccsek közötti szünetekben én és az egyik kedves kollégám, Nazumi, hát együtt mentünk ki a színpadra, és hát próbáltuk szórakoztatni az ott található emberkéket, volt egy csomó promóciós ajándék is, amit szétszórhattunk nekik, mint például Xbox 360-as, ilyen zöldszínű kis ilyen karkötők, meg World of Tankos bögrék, azok is ilyen fémből voltak, meg egy ilyen karabiner volt a füle a bögrének, úgyhogy az elég jól nézett ki. Call of Duty Ghost pólókat is dobáltunk, meg játékokat, meg Play-It magazinokat, amik persze tavalyiak voltak, hát kicsit sokat rendelhettek, mert volt egy baromi nagy raklap, amin kb. 2 tonna magazin volt, és hát mikor betordult a tömeg, hát az is egy kisebb halálfélelem volt, mert amikor beengedték a, azt hiszem, 9 vagy 10 órakor, már nem tudom pontosan, már nagyon nem voltam képbe. Szóval 9 vagy 10 órakor beengedték a gyerkőcöket, nagyjából olyan jelenetet képzeljetek el, mint a South Parkban a fekete csütörtök, vagy hát a gyűrűk urában, amikor az orkok rombolnak a torony felé, szóval hát félelmetes volt, és ami mozdítható volt, azt rögtön megragadták és vitték magukkal. Ami azért volt, hogy számomra egy kicsit szokatlan, mert hát a színpadunk körül voltak ilyen Diablo 3-as, meg azt hiszem Diablo 3-as, meg valami egyéb játékoknak ilyen karton dobozai, hát mint egy díszítő elem ott helyet foglaltak, de csak egy sima karton doboz volt, annyi, hogy rá volt írva, hogy Diablo 3. Na és akkor ezek után úgy csorgatták a nyálukat, hogy valami hihetetlen volt, nem egy gyereket kellett leállítani, hogy a haver azért a színpadot ne akar már magaddal hazavinni, mert annyira nagyon nem örülnénk neki. Félelmetes volt, komolyan mondom, ami mozdítható volt, azt vittek. De komolyan. Szóval rendes egy kisebb olyan para volt rajtam, hogy mondom, most itt fognak minket megenni, vagy ilyen lefordad, vagy valami ilyesmi. Na de a kezdeti sok után jött a következő sok, ugyanis hát 4 csapat játszott aznap, mi próbáltuk így az e-sportot terültetni, volt a Dota 2, meg a League of Legends. Hát most mondom sajnos, nem sajnos, hát a League of Legends az népszerű volt, nem tudom, a Dota 2 Magyarországon valamiért annyira azért nem örvend akkor a népszerűségnek, mint a League of Legends, ennek a mikéntjét nem értem, de mindegy, ez most részlet kérdés amúgy is. Nekem abból a szempontból jobb volt, már így kevesebb embert kellett szórakoztatni. Mindenesetre szerintem ez a jövőben egy kicsit változni fog. Annál is inkább, mert reményeink szerint, hát amúgy elég jó vízhangja volt így a dolgoknak, meg szerették is az emberek, ahogy én ezt így láttam, kis szememmel.
Valószínű, hogy a közeljövőben is lesznek hasonló ilyen rendezvények, meg hát a következő pléten is szerintem lehet ilyesmikre számítani, bár hát én nem tudok semmi konkrétat, de szerintem ha van egy kis esze a szervezőknek, akkor nyilván lesz ilyen. Mert rengeteg ember már voltak olyanok, akik konkrétan bejöttek reggel, leültek, ott nézték a Tota 2 színpadot, jó, persze egyszer-kétszer felálltak, de rendre ugyanazokat az arcokat láttam, amikor letekintettem a színpadról, úgyhogy volt egy-két nagyon elszánt úriember is. Ők végignézték az egész napi projektünket, ami hát nem volt rövid, megmondom nektek őszintén, alapból egy órás csúszással kezdtünk. Azt mondja, 10 órakor kellett volna elkezdődni az első mérkőzésünknek, és ehhez képest olyan 3/4-11 fele sikerült végre összeszednünk úgy a csapatokat, hogy elinduljunk. Hát ők a kapásban az első két csapat egy 3 órás mérkőzést tudott, hát nagyjából 3 órás, nem értem pontosan az idő, de kb. Volt az 3 óra. Mire lement az első mérkőzés, aztán jött a második elődöntő, hát az sem volt annyira rövid, de hála égnek azért az egy fokkal rövidebb volt. A bronz mérkőzést azt meg már BO1-be kellett, hogy lenyomjuk, mert hogy muszáj volt valahol behoznunk azt az időt, amit elvesztegettünk. És a döntő az meg megint BO3-ba zajlott, és végül úgy sikerült időre letudnunk az egész dolgokat. Hát amúgy necces volt, gyerekek, mert 9-re le kellett zavarni az egész mérkőzést. És a Dota 2 az nem arról híres, hogy rövidek szoktak lenni a meccsek. De nagyon jó kis felhozata volt, a csapatok is elég jó meccseket nyomtak, mondjuk a vége felé már ott kicsit úgy izgisebb lehetett is volna, de akkor meg már örültem neki, hogy gyorsan lezavarják a dolgokat, mert már hulla fáradt voltam. Annál is inkább, mert hát tudni kell rólam, hogy én egy családapa vagyok, tehát én egy olyan kocka vagyok, aki próbál nem csak kocka lenni, hanem egy normális ember is. Nem egyszerű feladat, ez tény és való, fogalmam sincs, hogy bírom, de valahogy még mindig megoldom a dolgokat. És akkor a lényeg az, hogy hát kb. A pénteki napot, ez ugye az egész nap ugye a családdal töltöttem, aztán este felé, mikor már szerettem volna pihenni, akkor kiderült, hogy a gyerek az annyira nem nagyon akar aludni, és hát sikerült kb. Éjfélkor lefeküdnem, a poén az egész az volt, hogy egy órakor keltem, úgyhogy kb. Kőkemény egy óra alvás után, irány Nyéklátháza, vasútállomás, 3 óra 38-kor indult a vonatom, aztán 6:20-ra beértem a keletibe, 7 órára, mint szervező pedig beléptem a Playit területére, ahol is elfoglaltuk az állásainkat és felkészültünk az összecsapásokra. Jaj, de hatalmas nagy rendezvény volt, ekkora banzájban még talán nem is voltam soha. Mindenütt Xbox, meg hát Xbox 360 főleg, meg Xbox One volt, mivel a Microsoft volt a főszponzor. Volt egy nagy Nokia-s kamion is, amit egy kicsit úgy nem értettem, de mindegy. Volt, az a lényeg. Én erről nem is tudtam, de állítólag valami zombi run is volt, ahol bementél valami folyosóra, ezért valami emberkékbe voltak öltözve zombiknak, és akkor ott végig lehetett futni, hát én erről full lemaradtam. Mondjuk nem próbáltam volna ki, mert most egy kicsit érdekesen nézett volna ki, hogy rongyolok egy folyosón, és ilyen tizenévesek ugranak a nyakamba, hogy most megeszünk brain, nyomják ott a hasonló dumákat. Úgyhogy ebből a szempontból nem bánom, hogy ezt úgy kihagytam, csak mit tudom én. Fogalmam sincs, hogy ezt hol reklámozták, mert én nem találkoztam vele, pedig lestem a dolgokat. Amit nagyon-nagyon sajnálok, srácok, hát az az, hogy mivel úgy terveztem, hogy nekem lesz dolgom bőséggel, hát amúgy nem számítottam, meg nem is nagyon tudtam mire tervezni, nem vittem magammal a kamerát. Egy fényképezőgépet vittem magammal, igen. Csak egy fényképezőgépet, azzal meg hát az a gáz, hogy az asszonyomnak a régi elevút ótvar fényképezőgépét vittem. Amivel nem tudtam annyira hű de Mayer képeket csinálni, jó, azért volt egy-két jó kép. Főleg amikor az ilyen csajokat fotóztam, azok jól sikerültek. Na jó, most írtam alá a halálos ítéletem, na mindegy. És hát a kamera funkcióba meg direkt nem kapcsoltam be, mert annyira ratyi felbontásban csinálja izéket, hogy mondom, inkább hagyom. Úgyhogy pár képet most így befűzök nektek a videóba, tessék, ez voltam én itt a színpadon, hú, igen, mindig úgy nézek ki, mint egy kidobó, nem tudom miért, most akármelyik képet csináltak rólam itt a Playit alkalmával, mindig olyan kigyúrt állat fejem volt, pedig baromira nem vagyok az a valóságban. Igen, voltak ilyen különböző standok, ahol hát ki lehetett próbálni a játékokat, volt ahol, mit tudom én, csak egyfajta játékot lehetett kipróbálni, volt ahol többfélét, és volt ahol milyen hardware cégeknek a standja volt, az Asus stand az elég brutálisra sikeredett. Ó, és hát mint látható azért killódok én is itt a Dota 2-ben, és nem sikerül kinyírni ott az úriembert. Hát még idáig is csak egyetlen egy áldozatom volt. Na,
kicsit elkanyarodtam a Play-It-ről. Volt kettő szimpati lányunk, mondjuk úgy, akik segítkeztek nekünk, mikor kimentünk a műsort így csinálni az embereknek, hogy legalább addig se unják magukat halára, amíg a előző csapat és az új csapat elfoglalja a helyét. Ezt a holt időt ezt valahogy meg kellett oldanunk, de hála égnek ez elég jól sikerült, mert voltak ilyen kisebb fajta videóink, azokat benyomtuk ilyenkor a kivetítőre, volt egy hatalmas nagy kivetítőnk, és mint látható a képen is, hát a csapatok szemben foglaltak így egymással helyet, úgyhogy egész jó volt ez így kivételezve. Annyi, abból a szempontból egy kicsit úgy érdekes volt, hogy paráztam az elején nagyon, mert közel volt hozzánk nagyon a LOL színpad, meg voltak ott egyéb ilyen standok is, ahol bömbölt a zene, és nem igazán gondoltam azt, hogy meg lehet azt úgy oldani, hogy mindenki halljon mindent, de azért ne legyen áthallás a másik izéjébe. És meglepően tapasztaltam, hogy annyira nem is volt izé, tehát aki Dota 2-t akart hallgatni, az úgy helyet foglaltott a Dota 2 színpad előtt, és Dota 2-t hallott, hiába szólt ott a környéken egyéb ilyen zene, bona, meg ilyenek. Nagyon ritka volt az, amikor át lehetett hallani így a dolgokat, úgyhogy ebből a szempontból úgy elégedett voltam. A hangtechnikus csávók az egy nagyon jó arc volt, úgyhogy elismerésem, mert tényleg jól csinálta a dolgot, meg bármikor volt valami gondunk, azt elintézte. A szerkesztő kollégára, Tézeusra kitérnék, hát gyerekek, az a csávóka egy nem semmi. Eljött aznap kb. 10 perccel a meccs kezdés előtt lejött hozzánk, mert hát úgy volt neki busza, és akkor úgy tudott bejutni a Play-It-re, és leült, és kb. Az egész napot este 8-ig végtolta úgy, hogy gyakorlatilag alig állt fel a székéből, és hát a Dota 2 azért egy, nem egy olyan játék, ahol nem nagyon kell gondolkodni. Végig lekommentálta úgy az egész meccset, hogy komolyan mondom, le a kalappal. Hát mint, majdnem, mint hogyha lemente volna az Iron Man-t. Hatalmas nagy kitartása van a srácnak, úgyhogy minden elismerésem, annál is inkább, mert ha nem is pont Dota 2, de azért hasonló ilyen kommentelős dolgokat szoktam csinálni, és félelmet. Tehát én hamar elfáradok, de ő, öcsém, az egy Iron Man. Úgyhogy nagyon jól csinálja a dolgokat, remélem még fogok vele találkozni egy párszor. Jaj, miről beszéljek még nektek? Ja igen, voltak ott GameStar-os fickók is, bár ők a nagy színpadon tevékenykedtek. Mondjuk azt nem igazán értettem, úgy, mert jártam én ott az A pavilonba is, holt időben elmentem szétnézni, mikor még nem volt bent senki. Közben szüneteltették a játékot. Na hát, nagyon jó, folytatódik. Na és akkor, hát elmentem szétnézni, amíg nem volt sehol senki, gyorsan lefényképeztem így a standokat. Íme ezek a képek bizonyítják a tetteimet. És mikor meg már bejött a tömeg, hát akkor tényleg lépni alig lehetett a fő, hát kb. Olyan 11 óra dél között akkor voltak a legtöbben, tényleg akkor hatalmas nagy volt a tömeg. És azt hittem, hogy valami nagy high-tech dolgok lesznek a nagy színpad környékén. Jó volt Watch Dogs kipróbálás, és hát nézték ott valami demót, vagy nem tudom mit néztek, de volt Watch Dogs. Oké, okay, high-tech, meg jövő játéka, meg stb. De Bombermaneztek javarészt, meg ilyen izék voltak. Hát oké, okay, gyerekek, értem én, hogy szeretik az emberek a retro dolgokat, meg mit tudom én, de hát pont a nagy színpadon a legeslegnagyobb kivetítőn egy 1990, mit tudom én, hanyas játékot kell nyomatni. Azt a részét úgy annyira nem értettem. Jó, persze volt, mondom, Watch Dogs is, meg egyéb játékok is biztos voltak. Én csak akkor voltam ledöbbenve, amikor azt láttam, hogy hát nem tudtam amúgy a műsortervet, csak bementem, és paszkit Bomberman megy. Mi a... És akkor úgy pislogtam magam elé. Jaj, de közben itt támadnak minket oldalról, úgyhogy meg kell vizslatnom az itt található úri embereket. Meg már rég öltem már, úgyhogy valamit már tényleg kéne kezdeni magammal. De közben már lent is támadnak minket. Na jó, hát akkor megyek vissza le. Összességében nagyon jó volt az egész rendezvény. A vége felé már azért lehetett érezni ott a mellettem elsuhanó embereknél, hogy tényleg ők már korán reggel ott állhattak. Már egy-két új ember, amikor elment mellettem, olyan izomszak csapott meg, hogy hú, mint a konditeremben lett volna. Meg tényleg, hát légkondicionált, azt hiszem az A, B pavilon is, de hát az a rengeteg ember, baromi sokan voltak, ennyi gamert én még egy rakáson nem is láttam. Hát hamar befűtöttük a izét, és kb. Szerintem olyan 25-28 fok biztos volt olyan átlag hőmérsékletbe. Volt ilyen Minecraft rész is, Minecraftos csajok is voltak. Lehetett játékokat is venni kedvezményesen, bár én annyira nagyon nem cuppantam rá a dolgokra, mert
már mit tudom én, nem vagyok azért akkora nagy hardcore játékos, bár mikor jöttem hazafele a vonaton, ott találkoztam egy gyerkőccel, az ott Viga mutogatta a Diablo 3-át, amit szerzett és még csókolgatta is. Hát ez egy kicsit meg is rémített. De hát na, kinek mi a gusztusa? Jajjaj. És hát mit kéne még említenem? Tényleg volt kint a honvédség is, ilyen páncélosokkal. És páncélosokkal? Hát egy páncélossal meg egy ilyen nagy terepjárószerű akármivel, bár hát ez az inkább kamionnak mondanám, mint terepjárónak. Mondjuk egy terepjárónak átszázott kamion, na ez így helytálló. Na hát egy olyan lehetett így megnézegetni, a ilyen tizenéves gyerkőcök egyből el is foglalták, felmásztak a tetejébe, aljába, mindenhová, tehát még a motorháztető alá is bekúsztak. Itt jó alaposan szemügyre vették. Voltak ilyen különböző autós szimulátor, akármik, amiket így kirakosgattak oda és ki lehetett próbálni. Én azt hiszem egy játékot nem próbáltam ki, nem azért, mert úgy nem akartam, csak mit tudom én világéletemben PC-s voltam. És mindenütt Xbox 360-nak volt, a konzolhal én meg nagyon szerencsétlen vagyok, azt sem tudom mi mire való, de komolyan mondom. Nem is nagyon vágytam rá soha, mert nem tudom, a konzol az konzol, szóval én PC-s vagyok. Ennyi. Nem nyúlok konzolhoz. Annyi, hogy egyszer, amikor már nagyon untam magam a vége felé, akkor oda mentem valamelyik Xbox 360-hoz, azt hiszem a Metal Gear Solid, vagy Sold ment rajta. Ott próbáltam mászkálgatni azzal a csáókával, az a félszemű szakállas mókával. És meglepően tapasztaltam, hogy kb. Kúszni tudtam vele csak mindenütt, mert nem tudom, valami volt. Közben itt rohamoznak engem nagy erővel itt az ellenséges erők, úgyhogy most muszáj vagyok visszavonulni a sniperemmel. Jajjaj, Istenem, de jön utána, na most kéne gyorsan visszafordulni. Na hajjál meg, és most miért nem? Miért nem? Valamit elrontottam, na mindegy, hagy másszon. Nem kapkodom el a dolgokat, már most nem azért vagyok itt, hogy kapkodjak. Amúgy is a sniperrel az is elég egy taktikus jószág, úgyhogy ő is inkább csak ilyen support, mint végrehajtó. Már a kegyelem döfést ultimate képességével rendszeresen be lehet vele adni. Vannak olyan csáhókák, akik komolyan mondom, tényleg félelmetes erőket tudnak megmozdítani sniperrel. Volt már hozzájuk szerencsém, de szerintem ez most egyszerűen nem olyan kör lesz. Annál is inkább, mert én vagyok sniperrel, úgyhogy... És most magára nyomott valami hülyeséget. Jaj, de jó. Na mindegy. Így folytatódik tovább a mészállás, hölgyeim és uraim. Mit említhetnék még meg a Play-tel kapcsolatban? Hát a tapasztalataim az tényleg az rendkívül jók voltak. Ilyen igényesen megcsinált számítógépes, vagy PC-s, vagy konzolos eseménnyel még nem nagyon találkoztam, pláne ami ekkora nagy tömeget mozgatott volna meg. Régebben már jártam a backupon, jó, mondjuk az egy kifejezetten egy e-sportra kitalált izé volt, az is nagyon jó volt megszervezve. Idáig a legjobb e-sport rendezvények közül, ahol jártam, idáig még mindig a backup visz mindent. Utána jártam ICL-en, hát mondjuk az ICL az egy IC, az Vácon van egy ilyen gyárépületben, és hát kicsit azért le van pukkanva. Lehetne azt a helyet is fejleszteni, csak nem fejlesztik. Tehát nem olyan volumenű dolgokat fejlesztenek benne, amit kéne, mit tudom én, újravakolni az egész cuccokat, megcsinálni igényesre a padlót, az egész világítást, ott kb. Az egész helyet fel kéne újítani. Hát ehhez képest néha ilyen újítások vannak, hogy raktunk a WC-re ajtót. Szóval, na, igen. Amit persze úgyis egy idő után folyamatosan nyitva lesz, és az a csapat, amelyik a WC mellett kapott helyet, hát az bizony az szívni fog szó szerint. És most eljött a Play-nek az ideje, és komolyan mondom le a kalappal a szervezők előtt is, meg mindenki előtt, mert rendesen egymással szemben foglaltak helyet a csapatok, mint a szó szerint ellenfelek lennének. Volt egy hatalmas nagy kivetítőnk, amin tényleg lehetett látni a dolgokat, volt egy remek kommentátorunk. A közönség is, mikor volt valami kellemes megmozdulás, mit tudom én, triple kill, double kill, akármilyen kill, akkor rendesen így megtapsolták a játékosokat, hogy ez egy szép esemény volt. Úgyhogy rendesen, mintha ilyen sportot néztünk volna. Én komolyan mondom, nekem ez jött be az egészbe a legjobban. És hát a közönség is nagyon toleráns volt, mert akkor mondom, mi is bénáztunk rengeteget a színpadon. Jó, mondjuk próbáltuk azzal kompenzálni, hogy gortuk a promóciós ajándékokat, mint állat, mert azért, ha azok nem lettek volna, akkor gyanítom, nem lettek volna ilyen kedvesek az emberek, de hála égnek volt, úgyhogy mindenki szeretett mindenkit. Úgyhogy gyerekek, én csak azt tudom nektek mondani, hogyha egyszer úgy érzitek, hogy szeretnétek egy komolyabb ilyen játékos kiállítást
vagy versenyt így megtekinteni, akkor keresétek fel a Play-t, annál is inkább már rengeteg csajszi van, rengeteg játék, mindenféle ízét ki lehet próbálni. Mondjuk az Oculus Rift-et azt meg akartam volna keresni, állítólag a GameStarosoknál volt az előző Play-ten, de a mostaninál nem volt. Ezt is csak onnan tudom, mert néztem valami gyereknek a videóját, ahol ő esetelgette ezt, hogy most akkor van Oculus Rift, vagy nincs Oculus Rift a Play-ten. Hát lehetett volna, de nem volt. Úgyhogy nagyjából ennyit tudtam kideríteni, azt úgy megnéztem volna, de másra nagyon nem vágytam. A számítógépek, amik voltak az Asus-tannál kiállítva, meg a Blue Chip-nél voltak, a Blue Chip-es lányok is elég jól néztek ki. Tehát ott is ki voltak állítva, azok is nagyon jól néztek ki. Azok a számítógépek, volt ilyen Alien fej, meg hát rengeteg látnivaló, úgyhogy hát hamar el is fáradhatott az ember a nagy igyekezet közbe. Úgyhogy én csak azt tudom mindenkinek mondani, aki szereti a Play-t, vagyis hát a játékokat, az annak ott a helye. Most nem tudok jobbat mondani, annyi, hogy arra készüljön fel, hogyha valószínűleg a következő alkalommal még nagyobb sor és tülekedés lesz. Úgyhogy az tényleg az egy félelmetes látvány volt, amikor betorultak az emberek, és futottak kapás, úgy kezdték, hogy futottak, érted? Nem az, hogy ah, szépen bejövök a Play-t, hanem gyerünk, meg kell nézni gyorsan mindent. Úgyhogy ez az ijesztő volt. De hát most nézem, annyira belemelegettem itt a csatába, hogy észre se vettem, hogy 2 óri ember lement a szerverről. Hú, és akkor most 3 VN, sőt, be vagyunk. Ajajajajajaj. Én még mindig csak 1 óri emberrel végeztem. Na, a fene. Na, mindegy. Most bejövök ide a boltba, és ó, van 2700 aranyom, úgyhogy akkor fogok abból venni egy nagyon hasznos kis dolgot. Íme, ez a Millstorm. Az nagyon jó lesz nekem, a Snipernek egyik legjobb fegyver szerintem. Majd meglátjátok miért, hát azért, mert ilyen villámokattal is sebez, nem csak a lövedékével, hanem még közben ilyen villám is végig szikázik ott a creepeken, meg a hősökön. Úgyhogy elég jó, már eredetés szempontjából is. Aj, közben jönnek rombolni a tornyunkat, hát azt hiszem ezt be fogják szépen nyírbászolni, mindesetre az úriember most kapott egy kis fejest. De hát még mindig nem fejlődtem akkor át, mint kellett volna, úgyhogy még csak 11-es vagyok. Még lesz még itt mind fejlődnöm. Ez az, és itt látható a villám akció közben. Meg is rémült, láttátok, hogy meg rémült? Hát ez az, de már jön is vissza. Ó, hogy makkanj meg. Na jó. Új, puf, kapott ez is megint az agyába. Ez az ultimate képesség, ez ami hatalmas, imádom, mikor így izé, még a hangja is jó. Jaj. Tényleg még nem is beszéltem arról, hogy hogyan kerültem én ott a Dota 2 színpad közelébe, mert az azért valljuk be őszintén, olyan sok közöm nincs a Dota 2-höz, tényleg ilyen FPS-es csávóka voltam a világ életemben. A lényeg az, hogy kb. Engem kértek meg rá, hogy légy szíves, próbálj már ott valamit alkotni, és hát így kerültem lényegébe oda. Én meg megpróbáltam tenni, amit tudok. Hát egyszer-kétszer bakiztam, de hála égnek nem valami hatalmasakat, úgyhogy ebből a szempontból szerencsém volt, a következő plétre meg már úgyis vágni fogom a Dota 2-t, legalábbis jobban, mint most. Ha egyszer eljutok oda, természetesen, mert hát az is előfordulhat, hogy valaki más lesz ott, tehát semmi sem biztos. Jaj, ne, de küzdenem kell az életben maladás, és hála a jó Istennek, ezért nem ért utol az a fickó, hogy más vissza tudom tápolni magamat. Ja, de amúgy jó érzés volt ezt látni, hogy tényleg vannak emberek, akik szeretik látni, hogy valakik versenyeznek egy játékba, meg is tapsolták őket. Hát a díjazás, az mondjuk úgy az csekké volt a külföldi díjazásokhoz képest, pláne hogy a The International-re gondolok, hogy millió dollárok cserélnek gazdát, hát itt azért igen, már boldog lehetett az ember, ha kap egy egeret, meg ilyen hasonló dolgokat. Talán egyszer majd eljön annak is az ideje, hogy Magyarországon is legyenek ilyen rendezvények. Ott a versenyen is elmondtam nektek, hogy most hát nektek, az ott lévő emberkéknek, hogy van egy Facebookos csoport, aminek az a neve, hogy 1 millióan a magyar e-sportért, ők már egész szép dolgokat értek el, annál is inkább, mert a League of Legends-es versenyt és a Dota 2-es versenyt is ők szervezték. És hát ez most egy egészen jó gárda, azt elmondhatom. A hozzáértő emberek foglalnak benne helyet. Jaj, de közben ide megkerültek. Úgyhogy arra kérnék mindenkit, aki nézi a csatornámat, vagy a jövőben nézni fogja, és szeretne hasonló ilyen sporteseményekről beszámolókat látni, vagy felvételeket, akkor hát most nem pont, hát akár Dota 2-ben is, de én csak egy ilyen kismiska vagyok a más youtuberekhez képest.
Tehát én csak azzal fogok tudni nektek szolgálni, amire épp tudok időszakítani. De Tézeusznak a csatornájára javaslom, hogy ha van neki csatornája, akkor iratkozzatok fel, azt hiszem van neki. Meg az ESL-re iratkozzatok fel, a ESL TV-re, ott a League of Legends-es mérkőzések találhatók. És akkor talán eljön Magyarországon is végre annak az ideje, amikor egy kultúrált helyen, megfelelő környezetben, a megfelelő embereknek végre igényes e-sport mérkőzésekkel szolgálhatunk majd. Vagy én, vagy a kedves kollégáim. Hát minden tettünkkel azért küzdünk, hogy mindenféle játékból hasonló rendezvényekre kerüljön sor, és végre Magyarországon is beinduljon ennek a, mondjuk úgy, a élete. Mert idáig azért voltak kezdeményezések, de azok mind vagy elavultak egy-két ilyen próbálkozás után, vagy megmaradtak ugyanazon a színvonalon, amik eddig is voltak, és hát folyamatosan fejlődni kell, ennek az egyik az az alapszabálya. És valószínű, hogy a Playit-nél elő fog fordulni annak a lehetősége is, hogy itt bizony a szervezők meglátják, hogy ebben van potenciál, és még színvonalasabb, még nagyobb és még több rétű versenyre fog sor kerülni. Ez az, és itt egy újabb áldozat, roholja, azt el kéne kapni azt a csávók, hágyja Istenem. Na-na, azt mondja, ezt el fogom kapni, ezt muszáj lesz. Annál is inkább már nem törődik azzal, hogy közben is szedem le a HP-ját. Úgyhogy már is jövök ide, és elkezdtem bénítani, már is jön a kedves kollégám, és talán, hát nem én öltem meg. Na mindegy, azért segítettem a halálba. Jaj, nézzük, akkor lesz még itt valaki. Ó, és már megint itt van ez a fickó, el kéne kapni. Hát ezek a hülye izéjét között dobálja kifelém. Na jó, most elmenekültem megint. Jó vagyok. Jaj, de látható, hogy már a toverunknak a nagy részét bezúzta az ellenség, hogy valahogy már meg kéne nyerni ezt az összecsapást. Annak ellenére, hogy 3v5-ben vagyunk. Hát még jól látom, tényleg izé kettő emberrel kevesebben küzdünk, de az ahhoz képest még egyelőre jól tartjuk magunkat. És a dolgok jelenlegi állása szerint azért talán még fog ez még alakulni. Jaj, hölgyeim és uraim, kérem szépen. Annyira nagyon vágyok már egy olyanra, hogy mondom, hogy leülök így a tévé elé, és akkor nem azt kell látnom, hogy hú, futball, jaj Istenem, de jó, az ahol 11, most 11, hát 22 ember kerget egy labdát, és kb. Akkora nagy pénzeket ölnek valami hihetetlen, pláne mióta, na mindegy, most nem megyek bele a politikába, de félelmetes pénzek mozognak ebbe, és hát szerintem pedig azért enyhén szóval ez egy picit túl van értékelve, de hát na, ezzel most én úgysem tudok mit csinálni, hála égnek már, legalább külföldön, nem is olyan távol tőlünk azért szép rendezvények vannak, folyamatosan megpróbálom figyelemmel követni ezeket. Jaj, annyira jó lenne, valami hasonló történne már Magyarországon is, baromi nagy színpadon, baromi sok ember előtt, baromi drámai mérkőzéseket látnánk, amik ténylegesen komoly tétekről szólnak. Hihetetlen lenne, olyan mondom. Mondjuk most is, mikor ott álltam a színpadon és azt láttam, hogy ennyi ember ott van, de azért... Kicsit úgy könyvbe lábott a szemem, mert azért már 2011 óta szenvedek itt ilyen hasonló dolgokkal, és amikor egyszer az ember eljut egy ilyenhez, hogy ezt látja, akkor azért kicsit úgy meghatja. Pláne így lassan 3-4 év távlatából. Hát nem gondoltam volna, hogy én valaha azért ilyeneket fogok csinálni, megmondom nektek őszintén, mai napig azért egy kicsit úgy csodálkozom is rajta. Valahogy én így ebbe belecsöppentem, de meg kell mondanom, egy cseppet sem bánom, annak ellenére, hogy komolyan mondom, egyesek azt hiszik, hogy én ezért pénzt vagy valamilyen hűde nagy jutalmakat kapok, hát gyerekek, nem akarlak titeket kiábrándítani, de ez Magyarország, szóval. Ha Amerikában csinálnám ugyanezt, vagy nem tudom, Dél-Koreában, ott biztos, hogy ebből meg lehet élni, de Magyarországon, hát ehhez még legalább 15-20 év, vagy ki tudja mennyi. Nagyon kevés olyan emberke van, aki tud ebből profitálni, de azért vannak. Ismerek egy-kettőt, tényleg ők előtt le a kalappal, mert például ott vannak az epsilonos magyar srácok, hát ők tényleg már profitálnak is belőle, meg ők azért hozzák a teljesítményt is. Mert hát azért eredményeket is le kell tenni itt az asztalra, hogyha valaki ilyeneket szeretne csinálni. De alapból ahhoz, hogyha valaki e-sportoló akar lenni, nagyjából 3 feltételnek kell mindenáron megfelelnie. Először is elég jól vagy más nem anyanyelvi szinten kéne beszélni angolul, de hát azért maradjunk annál, hogy nagyon jó kell az angol nyelvtudás. Annál is inkább már a külföldi meccsekkel
szórakozol, akkor ott azért nem állja, és megint be fogják rongyolni az egyik tornyunkat. Na, ez volt az első pont, hogy jó angol nyelvtudás. Második pont az pedig az, hogy rengeteg szabadidő. Mondjuk a második és a harmadik pont az nagyjából összefügg, mert hát a rengeteg szabadidő az persze ahhoz kell, hogy gyakorolj, eljárogass meccsekre, klánba, stb. Rengeteg meccs van, bajnokság, amin el lehet indulni, csak hát ez mind idő. És itt jön a harmadik pont, ami nagyjából a kettővel egybevág, mert hát annak van rengeteg szabadideje, akinek nem kell dolgoznia. És hát ebből következik az, hogy ehhez pénz kell, mert hát ahhoz, hogy jó géped legyen, ahhoz is pénz kell. Úgyhogy nagyjából, hogyha tudsz angolul, van szabadidőd és pénzed, akkor lehetsz e-sportoló. Ha valamelyik feltétel a háromból nem teljesül, akkor bizony belőled nem lesz e-sportoló, legalábbis valami nehezen. Jaj, na, megint támadnak itt minket a csókák, megint támadnak, azt hiszem most ezt ki fogom nyírni. És sikerült elkenni a száját, nagyon jó, és megint jönnek ránk az új illető úriemberek, megint jönnek ránk, de hát kicsit sokan vannak, úgyhogy hamar rájuk kéne menni. Inkább egy picit visszavonulok, már még mindig csak support vagyok. Hagyom inkább az illető úriembert kibontakozni. Jaj. Hát mindesetre azért az ellenfél se támad annyira nagyon, és a creepekkel még mindig elég szép summára tudok szert tenni. És hamarosan megint beruháznom kéne valami fegyverre. De még nem tudom, mi lesz az a fegyver. Hála égnek itt ebbe a ellenséges teambe, most ha jól vettem észre, nincsen se távolsági hős, se olyan, amelyik láthatatlannál tudna válni, úgyhogy így ebből a szempontból könnyű dolgom van. Snipernek az egyik talán legnagyobb ellenfel az nem más, mint a Ricky nevezetű, azt hiszem, hogy képes láthatatlanná válni, és egyből hát így a sniper az elméletben, amikor lövöldözik, akkor az egy helybe áll, és úgy ossza a golyókat, és akkor Rickynek semmibe nem tart mögé kerülnie, ugyebár, hogyha a hátból támadja az ellenfelét, akkor jobban sebez, és akkor mivel láthatatlan, hát igen, így hamar végezni tud a sniperes kollégával. De szerencsére most ez nem következett be, de mint látható már kezdünk eléggé szorult helyzetbe lenni. Jaj, meg kéne védeni a területünket. Jaj, valamit még venni kéne magamnak, de mit megyek? Hát, még mindig kivárok. Kedves kollégám az elkezdett, na, most vettem magamnak egy ilyen Vladimir offeringet. Ez ilyen aura meg életlopásos, hát most egyelőre ezt vettem, mert most másra nem volt pénzem, majd gyűjtök még valami lóvét. Ó, és sikerült, egy álmokfutó lettem, nem hiszem el, sikerült. Na, ezért jó sniperrel szórakozni, mert nem kell közel menni az ellenfélhez ahhoz, hogy végezzünk vele. Megtette helyettünk ezt a dire. Jaj. Meg tök jó ez az effekt is, amikor így lő és közben villámlik meg minden. Ah, idáig még csak 3 úriemberrel tudtam végezni, úgyhogy jó lesz mostanra belehúznom. Így már is megnézem, mit tudok tenni ez ügybe, és úgy látom, hogy itt a környéken, itt a toronynál, ami még megvan, ja nem, már nincsen, hanem csak a creepekkel szórakoztak az itt található úriemberek. Na most velük kéne felvenni a kontaktot. Hát egy kicsit sikerült megint berémítenem őket, de hát jönnek folyamatosan az ellenséges creepek, akik elég jó megélhetési forrás biztosítanak jelenleg számomra. És ki kéne várni megint a megfelelő pillanatot. Itt oldalt is van egy ellenséges csóka, meg itt velünk szembe is. Hát egyelőre még mindig nyírom a creepeket, hogy ne tudjanak a tornyunk közelébe férkőzni, és egyelőre jól alakul ebből a szempontból a küzdelem. Na most nézzük csak, mi zajlik ott felettünk. Hát már semmi, mert pont meghalt az úriember, mire oda pillantottam. Hát hiába még én így közvetítőnek sem vagyok egy hű, de nagy szám, így Dota 2-ben legalábbis, mert hát még nem mindig látom, hogy hol mi történik, legalábbis ha látom, és akkor nem fogom fel agyilag. Mindenesetre most megmaradok itt a bézünk környékén, mert hát egyelőre kivárom a megfelelő pillanatot. Még mindig nem vagyok azon a szinten, amin szeretnék, de hamarosan ott leszek. Hát csak az a kérdés, mit évő legyek? Ó, kedves kollégám, azt hiszem odalent felvette a harcot, és elég szépen gyilkolászta a tömeget. Ó, Istenem, mit művel? Dupla ölés, Istenem! Jaj. Na, hát itt elég rendesen elszórakozik itt az ellenfélem, és lehet egy kicsit én is
megpróbálok egy kicsit megindulni. Azt hittem, hogy fognak amúgy minket támadni ebből az irányból, de nem. Pedig direkt készültem rájuk. Hát ölöm akkor a creepeket, legalább jön a lóvé. És hát gyűjtök egy fegyóra, de hát az, ahhoz elég sok arajra van szükség. Na és jön a kedves kolléga, úgyhogy most lendülünk támadásba, egyedül nem akartam amúgy nekiindulni a nagy tömegnek, és most itt a torony, amit le kell rombolnunk. Hát ez szerintem simán meg lesz. Annál is inkább, már most hiába jönnek a creepek, de hát ez bajmi kevés volt ez az idő. Ujj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 
ez az, és most elkezdtünk bénítani. És alázunk is. Jó van, megvan a negyedik áldozatunk, már ideje volt. Ó, és megint itt jönnek a hősök. Hát ezek nem tanulnak semmiből. Na nézzük, nézzük. Elfahasz, tömeggyilkosok vagyunk. Dupla ölés. Hú, húj, adja a gép. Már a negyedik úriemberre kéne végezni. Vajon sikerül-e? Vajon sikerül-e? Hát nem sikerült. Előttem csapták le. Mindegy, legalább segítkeztem megint a kinyírásába. És hát itt van egy újabb torony, amivel le kell számoljunk. Na nézzünk, elkezdték püffölni a creepek. Most már én is elkezdtem lövöldözni. Ha mi kezdjük el először meglőni a tornyot, akkor az minket kezd el elsőnek lőni, nem a creepeket, úgyhogy ezt mindig célszerű megválni. Egy újabb hős próbált itt velünk így keménykedni, de hát inkább tartom a biztos távolságot, alapból nem sietek sehová, mert most elég nagy hátrányban vannak a fiúk. Jajjaj. Na és itt van megint egy kedves kolléga, aki segít nekem a missionben. Ó, és hát már megint csak egy segédkező voltak, talán majd most, na hát azt halljál meg. És megállíthatatlanok lettünk. Kicsit visszavonulok megint, mert hát most hova siessek. Alapból a Dota 2-ben én nem vagyok az a hülye nagyobb pörgős. Meg hát fölösleges is. Ez a stratégiáról szól ez a játék, nem arról, hogy hú, de nagyon fenevadak legyünk. Persze, akik ilyen tank módba mennek, legalábbis olyan hőssel, aki tankos, az bizony nyomulj vele, mint az állat, mert hát neki az célszerű, de én még mindig csak egy support vagyok, de eljött az ideje annak, hogy most vegyek magamnak egy jó kis kiegészítő fegyvert, ami jó fog passzolni a jelenlegi képességeimhez. Na nézzük. Hát azért 6 embert így sikerült már most a végére megölni. Jó, még nincsen vége, na eladom ezt a izét, mert annyira nem jött be, mint gondoltam volna. Igen, néha én csak úgy szoktam úgy találomra venni dolgokat, hogy hát ha jó lesz valamire, aztán utána adom már, gondolom nem jó. Ja igen, és kell nekem egy titkos bolt. Na jó, hát akkor most elmenjünk egy titkos bolthoz, de hát mint látható be is támadták a bézünket, úgyhogy jól tettem, hogy visszanyomultam. Szépen el fogjuk kapni ezt az illető úriembert, hála égnek a bénításaim, azok jól hatnak rá. És egy vadállatok lettünk, úgyhogy megvan a 7. áldozatunk. És a creepeket is sikerült visszaszorítani a base területéről, úgyhogy szépen nyomulhatunk előre. És hát folyamatosan ömlik az arany. Ennyi aranya már nem tudom, hogy fogok tudni kezdeni, de biztos jó lesz valamire. Ja, és az egyik kedves játékosunk visszacsatlakozott. Nem hiszem el, Austin visszacsatlakozott. És még látható, hogy azért van élet a halál után, mert azért 3v5-ben azt hittem, hogy simán el fogják kenni a szánkat, és képesek vagyunk felállni. Hát most hagyom itt a creepeket elszórakozni, mert amúgy sem nagyon érdekel az ő tevékenységük jelenlegi pillanatban, már hogy itt vagyunk a titkosboltba, és megvettük szépen ezt az Eagle-szongot, ami hát plusz 25 ügyességet ad. Hát ma jó, ad plusz 25 ügyességet, nem. Hát ez elég sokba került ez a plusz 25 ügyesség, de hát biztos jó lesz. És talán meg kéne indulnunk a végső rohamra, annál is inkább már nem támad az ellenfél, úgyhogy muszájak leszünk megindulni. Hát így kettesben megint Austinnal, aki visszacsatlakozott, úgyhogy csak jó lesz. Kisebb-nagyobb távolságot azért tartok, mert nem árt, ha ő megy előre, és én maradok mögötte majd. Ó, és kicsit adtam a hősnek. Ó, és hogy vérzik? Na, nem is tudtam, hogy én már ilyenekre is képes vagyok, hogy ez mitől vérzik. Na hát, na mindegy. Na, a lényeg az, hogy életben maradt. Hát, hagyom Austint előre menni, mert én nem vagyok annyira őrült, de hát, mint látható, el is intézte itt a dolgokat. Meg megyek ezzel a maradék creeppel bevégezni, amit be kell végezni. Ó, még ott van a torony is, na, gyorsan elkezdem lőni. Á, és hát a vége is van. Jöhetnek a creepek. Ó, megjött a support is, jó van. Megint egy kis creep. Marha jó ez a villámlás, nekem nagyon bejön, már csak így kinézetbe is tetszik.
Ó, de mit csinálják már megint ennyi aranyja? Félelmetes mennyiség. Dire's top tower is under Ó, attack. és közben csapkodnak itt a villámok, de hát már azt sér olyan sok minden. Radiant's middle Na, tower itt is a, under még attack. egy torony. Talán ez, lesz, ez is meg lesz elég hamar, most nézem, már 20-as szinten vagyok. Hát nem hiszem, hogy ez különösebb problémát fog jelenteni. Nyírbászoljuk a creepeket, itt van megint egy hős, akivel végezni kéne. Oly, sikerült meglőni, rászálltak a többiek, és gyilkoló szörnyetegek látjunk, megvan a 8. áldozatunk is. Uha, monster kill. Na hát. Hát elkezdtük rombolni az épületeket. Hát, ahhoz képest, hogy hogy indult és hogy lesz vége, na itt van a következő áldozatunk, folyamatosan bénítjuk, bénítjuk, és... Chasino egy legyőzhetetlen, megvan a 9. fickó, hufú! Ó, de közben most nézem itt a mini térképen, betámadták a mi bézünket is, úgyhogy mászok szépen vissza, hagyom itt a fiúkat érvényesülni. Nem hiszem, hogy már szükségük lesz az én segítségemre, amúgy is viszont a béznél még lehet, hogy szükség lesz az én izémre, mert 2 darab ellenséges hős is itt helyet foglalt. És nem lenne jó, hogyha pont ők akarnák ledönteni a mi főépületünket, hanem mi akarjuk ledönteni az ő főépületüket, úgyhogy itt elég jó kis csata lesz még kilátásban, hála énnek a többiek azért még eljöttek ide szépen lealázni itt a fickókat. Talán odaérek még a végszóra. Na, nézzük, sikerült becélozni, és megvan a 10. áldozatunk is. Hölgyeim és uraim, kérem szépen. Na nézzük, mennyi lesz még hátra ebből a küzdelemből? És hát pontosan ennyi lett végre a küzdelemnek. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a legújabb Dota 2-es túravezetésemet. Ezúttal Sniperral és a Plates élménybeszámolómat is végighallgattátok. Találkozunk a következő epizódba. Sziasztok!